1989-ben a bátaszéki székelyek baráti köre megalakulásának évében rendezték meg először a székely unokák báját. Az eseménynek azonban 19 év után vége szakadt, egészen 2015-ig, amikor a jelenlegi tagok újjáélesztették a hagyományt. 2015. január 31-én kezdtük mi újra egy generációval később, egy generációval fiatalítottunk, de a vendégkörünk azokból az emberekből indult ki, akik régen is annak a bálnak részei voltak, illetve az ő leszármazottaikból. Valahol mindenki unoka. Tehát attól, hogy valaki szülő vagy nagyszülő lesz, attól még valakinek az unokája, és ezzel kívántunk üzenni kifelé, hogy fiatalítottunk egy generációt, és hogy próbáljunk megszólítani más korosztályokat, olyan embereket, akibe egy cseppnyi bukovinai vér is csörgedezik, hogy csatlakozzon hozzánk, jöjjön velünk, és vegyen részt a rendezvényeinken. A Székely Unokák Tánccsoport 2016 óta szerves része a bálnak. Idén már 12 páros vett részt a megnyitó fellépésen, amit közös örömtánc követett. A tánccsoport az egyesületen belül alakult. 2016-ban kezdtük el a munkát a táncosokkal. Egyébként 3 párral indultunk, és olyannyira kötődünk ehhez a rendezvénynek, hogy a csoport megalakulása is ennek köszönhető. Az egyik vezetőségi taga Molnár Péterrel, az egyesület jelenlegi elnökével, mi régebbről ismertük egymást, és hát ő vetette fel, hogy szívesen megtanulnának valamilyen táncot, bukovinai táncot, ugye nyilván, mert bukovinai székekről van szó. Végén kezdtük el a munkát, összesen 3 párral, és a rövid távú cél az ez volt, hogy akkor tanuljunk meg egy valamilyen kis bukovinai koreográfiát, hogy a bál megnyitón azt el tudják táncolni, de ez annyira sikeres volt, és annyira fellelkesültek az egyesületi tagok, hogy ezután többen is csatlakoztak a csoporthoz, így egyre bővülve a létszám, jelenleg egy olyan 8-10, vagy akár 12 párral dolgozunk már. Ennek a rendezvénynek köszönheti a létét a tánccsoport, a szervezőknek is egy része tagja a tánccsoportnak, nem csak az egyesületnek, úgyhogy ez egy hagyományos bálja bátaszéknek, ugye itt minden népcsoport megszervezi a farsangi bálját itt a farsangi időszakban, és általában a székely bál az év első bálja, úgyhogy nagy sikernek szokott örvendeni. Általában már a rendezvény végén a következő évre is megtörténnek a foglalások a baráti társaságok részéről, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker, általában nagyon nagy sikerű és teltházas rendezvény szokott lenni, jó hangulatú. Az eseményre évek óta többen is visszatérnek, azonban mindig érkeznek új bálozók. Az élmény mindenki számára különleges és más jelentőséggel bír. A kedvesem az itt él, és azóta ide járunk 30 nem tudom hány éve. Amióta működik ez a bál, azóta ide járunk. Amióta van, létezik székely bál, azóta mi feleségemmel részt veszünk. Nem tartozunk a közösséghez, mert egy másik csapathoz tartozunk, de minden évben jövünk, a társaságot ismerjük, nagyon jó szokott lenni a bál. Az eseményen a jövő generációja is megismerheti azokat az értékeket, amik nem csak kulturális szempontból fontosak, hanem a mindennapi életben is. Már a neve sokat mondó, hiszen unokákról szól, és úgy gondolom, hogy ennél felemelőbb, magasztosabb dolgot nem is lehet kitalálni, hiszen erről szól az életünk, hogy átadjuk ezeket az értékeinket, kultúránkat, amelyeket kaptunk mi is, és ez fontos, hogy egyfajta tényleg ilyen elgondolásból egy bál keretén belül a fiatalok, a gyerekek, az unokák is részesülhetnek. Én azt mondom, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és nagyon jó elképzelés, és különösen fontos ugye a gyerekekbe elmélyíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen attól túlmenőleg, hogy maga a tánc is nevel, meg az ének is egy közösség, attól túlmenőleg nagyon fontos az, hogy tényleg a felnőttek átadják azokat az értékeinket, hiszen Bukovinában is így volt, hogy az idősek, ugye a 3 generáció együtt volt, és az idősek nevelték szinte a gyerekeket, unokákat, és azokat az értékeket, és azt nagyon gyönyörűen megtanulták, átvették,
és magukével tették, és tényleg a génjeikben hordozzák. A bálon résztvevők tradicionális ételeket is kóstolhattak. A székely galuska, azaz a töltött káposzta fontos része a programnak, hiszen nem csak az étkezés, hanem már az elkészítés is közösségi program. Minden évben mi töltjük a káposztát. Hát ilyen, attól függ hányan vagyunk, ilyen 600 és 800 gombóc között szoktunk tölteni. Ilyenkor összejövünk a székelyházba, és akkor elkészítjük ezt a káposztát, amit felszolgálunk vacsorára. A szervezők jövőre is várják vissza a közösség tagjait, illetve mindenkit, aki megismerkedne a székely hagyományokkal, vagy csak részt venne a mulatságon.